Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a HOTV új főzőműsorát látják. Itt a karácsony, amikor is jobbnál jobb ételeket kóstolhatunk. Ma Szőlősi Andrissal fogok főzni. Kérlek, mutatkozz be! Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Szőlősi András vagyok, barátoknak csak Drisa. Úgy gondoltam, hogy ma egy olasz ételt fogunk elkészíteni, kicsit karácsony jelleggel, egy kis csavarral, méghozzá ez egy olasz étel, ez a parketta, ez egy csavart malackhús lesz bőrében sütve. Azért is gondoltam erre az ételre, mert ezt aránylag nagyon sokáig kell készíteni, 3-4 órán keresztül is sütjük. Ez alatt a háziasszonynak van ideje porcívózni, gyereket nevelni, ha éppen nyáron tartják füvet nyírni, havat lapátolni, bármi. Nem kell ott lenni a sütőnél, nem kell ott állni az olaj fölött, szépen sül magától. Akkor szerintem kezdjük is el. Jó? Milyen különleges hozzávalói? Túl sok különleges hozzávaló nincsen. Amire ugye szükségünk lehet vörös hagymára, lila hagymára, illetve fokhagymára, angol zellerre vagy szeller zárra, valamint gyökérzöldségekre, répára, petrezselyem gyökérre, citromra. Fűszereket tekintve kakukkfű, zsája, bazsalikom, fenyőmag, mutatom, apróra vágott friss rozmaringra, kitűnő fehérborra, száraz fehérborra, természetesen olívolajra, pirított zsemlekockára, egy kis húsalaplére, ha nincs, nem gond, jó lesz a víz is, valamint sóra. A töltelék fog még tartalmazni apróra vágott csirkemájat, sertés darált húst, egy olasz szalámit, a mortadellát, valamint parmezán sajtot. Igen, azt hiszem ennyi lesz a töltelék, és természetesen majd lesz ugye maga a kús. Jó, nem tudom, esetleg van-e valami kérdésed, miben tudsz nekem segíteni? Bármiben segítek, amiben kéred a segítségemet. Jó, szerintem akkor a hagymát azt fölkockázom én. Jó. Egy hagymát fogunk fölkockázni, a többi az megy a labba. Egy pillanat. Apró kockákra vágjuk. Addig, hogyha megkérlek, az olívolajat közelebb adod nekem? Persze. És akkor abba fogjuk egy kicsikét elősütni. Szóval mehet apró kockára. Újra vigyázni. Meg hát a gumikesztyűre is. Mi a titka annak, hogy ilyen szuperül tudjuk fel szeletelni a hagymát? Hát titka az éles kés, mert ugye szokták mondani, hogy nincs rosszabb az életlen késnél, sokkal nagyobb valószínűséggel vágod el a kezedet, hogyha a kés életlen, hiszen ugye lecsúszhat a zöldségről, vagy éppen arról, amit éppen vágsz. Viszont ha éles, akkor egyből bele tud kapaszkodni a késnek az éle, akkor nem biztos, hogy elvágod. Szóval általában életlen késsel sokkal gyorsabban elvágjuk, mert ahhoz viszont elég éles, hogy a bőrt átvágja. Jó, bekapcsoljuk a gázunkat. Hevítünk egy kis olívolajat, erre majd a későbbiekben lesz már csak szükség. Ugye amivel fogjuk kezdeni, az maga a hagyma, a darált hús, illetve kérnék szépen 3 darab fokhagyma gerezdet. Anna, legyél szíves. Mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb? Teljesen mindegy. Félek, hogy nagyjából egyforma is. Ezt összezúzzuk, és mehet ugyanúgy a hagyma mellé, hiszen nem fogjuk túl sokáig pirítani. Nem kell félni attól, hogy megégjen. Jó, az olajunk elég meleg, akkor akár ezt bele is lehet tenni. És ez kitűnő alapot fog biztosítani a tölteléknek. Jó. Minden szerve szükségünk lesz. Így van. Nyugodtan a fűszereket is hozzá lehet tenni, főleg, hogyha friss fűszer, a szárított nyilván kicsit hamarabb megég, de ha friss fűszerre dolgozunk, akkor nyugodtan hozzá lehet tenni. Kérek szépen Anna egy pár szár kakukkfüvet először is, mivel friss eléggé intenzív, köszönöm szépen. Ezt gyönyörűen csak le lehet húzni a száráról. Így, egy kis darab szár is benne, egy semmi probléma nem lesz. Érzitek már, hogy az illatát? Uh-huh. Te érzed igazán, ugye? Igen. Jó, vágunk fel egy kis
zsáját is apróra, ugyan kisebb köteg, az körülbelül így van, az jöhet is. Ezt is apróra nyugodtan föl lehet vágni. Jó, a szárát nem tesszük bele, mert eléggé vastag. Jó, most szeretnék egy kis bazsalikomot kérni, ugyanennyit körülbelül, mint a zsájából. Picit több lett. Nem probléma, annál intenzívebb és finomabb lesz. Maga ez az étel egyébként teljesen olasz, ez a porchetta. Sokszor csinálják egész kis malaszból, kicsontozzák, csak a fejét hagyják rajta, ezt töltik meg, így föltekerik, bekötözik, és akár rendes tűz fölött is, lassú tűz fölött sütik teljesen készre és ropogósra. Nyilván most mi nem egy egész kis malacot fogunk megcsinálni, csak egy részét. Hasalja a szalonnából a legjobb egyébként, amiben benne, ami teljesen átnyúlik az oldalashoz, természetesen azt is kicsontozva, föltekerve. Hagyjuk egy kicsit, hogy karamellizálódjon a hagyma. Jöhet bele egy kis frissen őrölt bors, ami fontos, hogy frissen őrölt legyen. Közben kérlek akkor, hogy meséld el nekünk, hogy honnan ered a beceneved. Hát pontosan már én sem tudom. Azt tudom, hogy gyerekkoromban volt egy-két rokon, illetve családbarát, aki itt szólított. Mondjuk ők, ha jól emlékszem, akkor ők hosszú ível mondták, bár nagyon sokan most is, akik az üzletem miatt ismertek meg, így is hosszú ível mondják, sőt, van, aki valamiért egyből angol szóra gondol, és hát ugye drájszázik, mindegy, már arra is hallgatok, de nyilván az az Andris névből eredhet, hogy Drisa, de még nagyon nem is jártam utána, majd fölkeresem ezeket a régi ismerőséget, hogy miért is lettem én Drisa, és amikor az üzletemnek a neve került szóba, hogy mi legyen az üzletemnek a neve, akkor valamiért ezt választottam. Ezt nem is olaszos, nem is nagyon akartam, hiszen nem csak pizzát készítünk, hanem mindenféle húsételt. Úgyhogy maradt ez, illetve szintén tök jól megtanulható, tök jól kiejthető, nem áll csak 5 betűből, könnyen leírható. Úgyhogy ezért lettem én Drisa. És egyébként az olasz ételek iránti szereteted, az honnan ered? Igazság szerint az olasz ételek iránti szeretetem nem is túlik vissza olyan régre, hiszen ugye fiatal koromban nem igazán tudtam én, hogy miről is szól ez. Sőt, hát ugye olasz ételesen nagyon jutottunk. Nem is tudom, hogy szerintem életem első pizzériában készült pizzáját, szerintem 17-16 éves lettem, mikor először kóstoltam. De nyilván pizza, számomra ennyi volt. Ez egy pár éve jött, nyilván ez már a kor előre haladtával fogalmazódott meg bennem, ez az egész életérzés, bocsánat, mivel szinte majdnem minden alapanyagnak van története, minden ételnek van története, hatalmas szenvedélyek készítik el általában az olaszok ezeket az ételeket, náluk nagyon fontos az étkezés, nyilván ugye nálunk is, de nem csak a biokémia miatt náluk, hanem tényleg az egy életérzés. Például a pizzát is csak este fogyasztják. Igazság szerint az egy vacsora étel, ott mindenkinek el kell fogyasztani egy egész pizzát, és mindig étterembe mennek otthon, és nyilván el tudnánk ezt készíteni, de náluk ez egy kötelező elem, hogy ott étterembe kell elmenni, és ott kell enni a pizzát, közben jókat beszélgetnek, sörözgetnek, ez náluk egy hagyomány lehet mondani. Hát innen jött ez az egész, illetve túl sok alapanyagokat nem használnak, ugye főleg a tésztaételekhez, általában egyszerű, egy-két alapanyagból áll, és mégis egy annyira intenzív, finom ételt lehet kreálni velük, hogy számomra nincs is tőle jobb. Szóval a tésztaételeket is ugyanúgy imádom, valószínű, hogy majd ilyeneket is fogunk készíteni a közeljövőben, ebben a műsorban, ahol szépen mindent ott is el fogok mesélni, hogy melyik alapanyag honnan ered, melyik étel honnan ered. Jó, közben a hagymánk el is készült, úgyhogy mehet bele a csirkemáj. Ezt nagyon apróra vágtam föl, nyilván mivel töltelék lesz, ezért ugye ezt muszáj volt. Közben ezt ide elrakom. A darált sertéshús is belemegy. Nagyon jó. Jöhet bele a rozmarink, nem kell túl sok, tényleg csak egy tejáskanálnyi. A
a fenyőmag. És akkor most megkérlek téged, hogy reszelni kellene nekem citromhéjat. Jó? Jó, nyugodtan mehet majd kettő citromnak a héja. Amíg az Anna reszeli a citromot, addig én ehhez a drátúsos ragúhoz öntök egy kis fehér bort. Nem kell túl sok. Egy deci körülbelül félretesztük, mert erre még szükségünk lesz. És most jöhet bele a pirított kenyér kocka, vagy hogyha az ember nem akar vele bíbelődni, vagy éppen nincsen neki kész pirított kenyér kockája, akkor ugyanúgy, ahogy a fasírba, a vízbe áztatott zsemle, majd jó kinyomkodva, teljesen tökéletes társa ennek a tölteléknek. Hagyjuk, hogy hagypuholjon meg. Majd mehet bele egy kis só. Én ezeket a nagyszemű sókat preferálom, de természetesen a sima asztali só is bőven megteszi. De ha már van ilyen, akkor használjuk ezt. Itt ugyan a tévélőt nem lehet érezni, de a fehér bor átvette itt a hatalmat a konyhába. Akár ezt most ugye rázhatnám is, de nem nagyon szeretném, hogy az operatőr kollega ruhája bánja. Nagyon jó. Szépen beletesszük ezt is. Ezzel már olyan sokat nem fogjuk főzni. És ha már teljesen készen van, csak akkor teszünk bele. Amint megpuhultak a kenyérkockák, ez a ragú el is készült, ez a töltelék. Jó, szerintem én ezt le is kapcsolom. Félretesszük ezt a deszkát, már most jelen pillanatban nem lesz szükség. És akkor most belereszeljük a sajtot. Érdemes egyébként eredeti parmezán sajtot használni hozzá, a reszelőnek ezen a durva felén. Kemény sajtot ugye általában itt szoktuk lereszelni. Amiről oda kell figyelni a parmezán sajtnál, hogy ne törjük ketté semmiféleképpen, hiszen ugye nem egy olcsó mulatság. Annyi érdekessége van ennek a parmezán sajtnak, hogy nagyon komolyan veszik ám az olaszok. Van egy eredet védettsége, ami DOP jelzéssel van megáldva. Ezt kell figyelni minden egyes sajtnak a csomagolásán, illetve hogy ugye rá legyen. Maga a neve az ugye Parmigiano Reggiano, ami ugye azt mutatja, hogy melyik régióból, vagy pontosabban, hogy eredetvédett maga a sajt, mert durván olyan 4-5 régióba készíthetik el Olaszországba az eredeti parmezán sajtot. Ami nem ott készül, hát azt nem lehet ugye nyilván parmezánnak hívni, nagyon komolyan veszik, csak zöld takarmányon élő teheneknek a tejéből lehet ezt készíteni. Úgyhogy eléggé le van korlátozva a terület, hogy hol lehet ilyeneket készíteni, de szinte majdnem minden sajtra ez jellemző Olaszországban, majdnem minden alapanyagra. Jó, hát akkor maga a töltelékünk az el is készült. Akkor nézzük azt a húsit, jó? Ez egy malas hús, mint lehet látni, ugye a bőrös, az általában ugye a hasajából készül. Na most ennek egy ekkora táblának kéne lennie. Nem olyan egyszerű beszerezni itt a helyi henteseknél, így hogy most valószínű, hogy egy kisebbet fogunk ebből készíteni, mint amekkorát szerettem volna, de bőven megteszi ez is. Jó. A húst úgy szintén, mint a többi hozzávalót besózzuk. Nyugodtan bele lehet kicsikét masszírozni is azt a sót. Nyilván ennek a malac is nagyon örül. Én örülnék. Frissen őrölt bors, ugye az szintén soha nem maradhat el. És akkor vihet is rá a töltelék. És ettől a fenyőmagtól, a citromhéjtól szerintem eléggé karácsonyi hangulata lesz az egésznek.
És hogyha tényleg kapunk egy szép tábla hasa alját, akkor az akár 10-12 főnek is elég lesz, és különösebb dolgunk nincs vele, hiszen berakjuk a sütőbe 3-4 órára, és 10 embernek meg is van a vacsorája. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy hidegen is tökéletes étel, az olaszok, amint kihűlt, akár szendvicsbe, vékony szeletekre vágják, tökéletes eleme egy szendvicsnek. Jó, hát akkor most jöhet rá a mortadella szalámi, ami tulajdonképpen egy olasz szalámi. Állagra hasonló, mint egyébként mi nálunk a párizsi, bár hát nyilván a minőségre nem hasonlítanak egymáshoz. Igazság szerint ő is eredetvédett, ha valaki mégis nem tud beszerezni mortadellát, akkor nyugodtan használjon valami jobb minőségi sonkát, akár egy fekete erdeit, ami bármelyik hipermarketben be lehet szerezni, vagy akár egy kisebb szupermarketben is. Ha mégis mortadellát szeretnének használni, akkor nagyon fontos, hogy ezt az IGP jelzést nézzék meg rajta, hiszen ez azt jelenti, hogy ez tényleg eredeti Bolognában készült mortadella. Ez is sertéshúsból készül egyébként, a fehér foltok, azok tulajdonképpen zsír foltok benne, amit Toka szalonnából készítenek. Ez például pisztáciás, de szoktak bele használni olivabogyót és szeletelt olivabogyót, de egyébként állagra hasonló, mint a párizsi, de hát sajnos ugye főleg Magyarországon elég rossz híre van a párizsinak és a hozzá hasonló felvágottaknak, pedig abból is van egyébként nagyon jó minőségű, én úgy gondolom. Te szereted a párizsit egyébként? Persze, én nagyon. Gyerekkorom én is szerettem, szerintem akkor ettem utoljára, de nem azért, mert gurmé vagyok, hanem mert áttértem a szalámira. A párizsi az általában ugye 10%-os zsírtartalmat használnak, a mortadella az minimum 15-öt, és érdekes, még a párizsiról olvastam, hogy ugye nálunk párizsinak hívják. Ugyanezt a terméket Amerikába már bolognai szalámiként árulják, illetve Németországban pedig Lyoninak árulják, de tök ugyanaz a párizsi, mint ugye nálunk. Na, ezzel meg is volnánk, és akkor már nincs más dolgunk, mint föl kell tekerni, vagy be kell kötözni, és akkor jöhetnek az előkészített zöldségek. Akkor most itt szépen óvatosan föltekerjük. Hát ha kiesik egy-két alapanyag belőle, nincsen semmi probléma, megérni nem kell. Majd amikor átkötöztem, akkor egész nyugodtan vissza lehet dugdosni a két végén. Ha már így említetted a tölteléket, akkor szerinted mi az, amit mondjuk könnyebben meg tud otthon valósítani? Igazság szerint a töltelékét tekintve teljesen mit, hogy mivel töltjük meg. Olaszok sem csak ezzel csinálják, ezerféleképpen. Valaki például csak lesüti a finomra vágott friss fűszereket olívolajba, és ennyi, valaki hagymát se tesz bele, nyilván nem kötelező bele se a máj, se a darátús. Ez csak az én idézőjelben saját kreálmányom. Nyilván én is ezt olvastam valahol, vagy láttam valahol, ugye tettem bele egy kis pluszt, de bármivel igazság szerint meg lehet tölteni, bármilyen töltelék jó hozzá. Jó hozzá az a hagyományos töltelék is, amit ugye itt Magyarországon is használunk, például a töltött csirkecomba, az a töltelék is bőven megteszi igazság szerint, mert tudom, hogy ezek az alapanyagok nem olyan könnyű beszerezni. Na hát azt a húst akkor föl is göngyöltük, nincs más hátra, mint hogy szorosan össze kell kötözni, nyilván sütés alkalmával ne nyíljon szét. Jó, ezzel egy nagyon egyszerű kis konyhai, mi a neve ennek? Spárga. Használunk, ami kifejezetten ételekhez van. És akkor szépen átkötjük 2-3 centinként szorosan. Na szóval akkor a húst azt meg is kötöztük, ezt félre is tesszük, és akkor jöhetnek a zöldségek a tepsibe. Anna, megkérlek téged, hogy a vörös és a lila hagymákat vágd félbe. Előveszünk egy alkalmas tepsit neki. Ezzel vághatom, ugye? Egész nyugodtan, így van. Mindegy, hogy félbe? Így vagy így? Inkább úgy, így van. Úgy is jó lett volna, de mindegy, így is jó. Teljesen mindegy. Ezeket elrendezzük így a vágott felében lefelé. Ezek a zöldségek tulajdonképpen majd a mártásunknak az alapját fogják adni. Úgyhogy ezeket nem is fogjuk elfogyasztani, illetve nem fogjuk az étel mellé tálalni. Ugyanis ennek egy annyira intenzív íze lesz, hiszen, mint ugye mondtam, 3 óra hosszára fogjuk betenni őt a sütőbe. Jó, akkor 3 darab zeller szárat is szeretnék.
Úgy van, így van, ezt csak elég csak három felé elvágni, úgy, ahogy van, be is lehet tenni, illetve a kétféle gyökérzöldséget is egész nyugodtan csak úgy bele lehet majd dobálni, bele lehet fektetni a répát is, a petrezselyem gyökeret, vagy fehér répát, ki hogy hívja. Mennyit? Mind, ami ott van, szerintem nyugodtan jöhet is. Egyszerűen csak így belefektetjük, és erre fog rájönni majd a húsink. Így nem is fog majd ugye a húsnak az alja leégni, ha nagyon akarna, de ne akarjon. Köszönöm szépen, nagyszerű. Ez is kap egy kis nagyszemű sót. Ugye mondtam, hogy ezt a Himalájáról szoktam hozni. Egyébként jó. Intenzívebb ennek a sónak az íze, vagy nem mondaná, miért kedvel? Állítólag egészségesebb. Nyilván ennek még annyira nem jártam utána, de minden esetre szép, hogy rózsaszín. És nem zavaró mondjuk, hogyha valaki véletlen ráharap? Nem, hiszen ugye a sütés alkalmával ez ugyanúgy feloldódik, mint bármelyik só, akár egy asztali só, vagy egy finom só ugyanúgy feloldódik. Jó, meg is vannak a zöldségek, a zöldségágy. Fölöntjük egy kis fehér borral. Ez körülbelül ilyen egy deci, vagy mennyit használtam? Másfél deci, így van, ne legyen nagyon intenzív, hiszen ugye most akkor vagy vízzel pótoljuk föl, ha nincs otthon alaplénk, vagy húslevesünk, akkor természetesen víz is jó. Én nekem nyilván a konyhám mindig van alaplé, előszeretettel használom mindenhez, kivéve a rántott húshoz. Erre fogjuk most ráhelyezni a húsit. Jó. Kis olívaolajjal megkenjük a tetejét, bedörzsöljük. És mehet be a sütőbe 150 fokra, alsó-felső sütés, valamint hát egy 3-4 óra hosszára. Amint a 3 óra letelik, ha esetleg van otthon maghőmérő, akkor meg lehet nézni a belsét, ha elérte azt a 80-85 fokot, akkor már biztos, hogy a húsi fogyasztható, és akkor egy kicsit még rá lehet tekerni egy 200-220 fokra, hogy ropogós legyen a bőre. Akkor én azt most beteszem a kemencébe, jó? Jó, hát akkor a húsink bent van, készítsük el a köretet. Jó, hát akkor készítsük el szerintem a köretet, mert a húsink az lassan el fog készülni. Hevítünk egy kis olívaolajat. Majd van itt nekem főtt krumpli, amit már nyilván előfőztünk, pontosabban hát ugye a nyerset főztük elő, ami túl nagy volt, azt félbe is vágtuk, és akkor ezt egy kicsikét le fogjuk pirítani sóval, illetve petrezselyemmel. Így mehet bele. Hát ennek azért kell egy kis idő, mire szépen átpirul. De mivel megvan már fölve, ezért nyilván annyira nem kell sokat várni rá, inkább csak egy kis szint adjunk neki. Illetve sót, és most nem is használom ezt a nagyon durvát, hanem sima asztali sóval fogom megsózni. A főzővizébe ezért nem tettünk sót. Jó, mehet már egy kicsi bors. Majd, ha már elkezd szépen színeződni, akkor vágsz nekem bele petrezselyet, jó? Jó, rendben. Szuper. Pillanat, rákukkantok erre a húsira. Igen, gyönyörűen pirul. Már nem kell sokat várni. A stáb is nagyon éhes már nyilván. Jó. Vágjunk is fel egy kis petrezselyemet. Mindjárt itt le fogom vágni, te meg fölaprítod, jó? Okay. Nem kell nagyon apróra. Lehet nyugodtan nagyobb darabokat belőle, adok egy alkalmas kést hozzá, tessék, és azzal tökéletes lesz. Körülbelül így jó lesz? Amúgy tökéletes. Te szoktál egyébként otthon főzni? Igen, szoktam. Mi a kedvenced, amit szeretsz csinálni? Lazanyét nagyon szeretek csinálni. Na, az is egy olasz étel, tudtad? Így van. Na, akkor majd egy következő adásban lehetséges, hogy akkor már ezt teljesen együtt fogjuk csinálni, és lehet, hogy te fogod nekem mondani az instrukciókat, akár. Jó, szerintem nyugodtan hozzá is tehetjük a petrezselyemet. És bort is szoktál, vörös bort szoktál használni hozzá? Igen, szoktam. Nagyon helyes.
Jó, hagyjuk, teljesen hagypiruljon le szép barnára, nyilván annál jobban fog mutatni a tányéron. Észrevettem, hogy eddig mindenhez tulajdonképpen olívaolajat használsz. Mi ennek az oka? Nyilván elsősorban, mert egészségesebb, illetve nyilván ad egy kis plusz ízt az ételhez. Nagyon picikét kesernyés, hiszen maga az oliva bogyó is. Például leszednéd a fáról is beleharapnál, akkor eléggé keserű. Egyébként nagyon kesernyés illatot akkor sem szabad érezni, hiszen ugye ez már ugye sajttojással kinyert. Ugye van az extra szűz olívaolaj, amire azon ír, hogy extra szűz, az általában mechanikus módon nyerik ki magából az olívabogyóból, nagyon egyszerű módon, konkrétan kipréselik belőle. Amire az van írva, hogy olívaolaj, szóval nincs ott írva, hogy extra szűz, azt pedig már mindenféle vegyszerekkel kezelik és mindenféle behatásoknak teszik ki. Aztól függetlenül teljesen egészséges az is, de nem mindegy, hogy minőségre mégsem ugyanaz, úgyhogy lehetőség szerint mindig használjunk extra szűz olívaolajat. A színét meghatározni nem lehet, lehet sötétebb, lehet világosabb, nem e szerint határozzák meg azt, hogy valamelyik olívaolajnak jó vagy pedig rossz a minősége, mindig illatra, és ezt is természetesen szakemberek végzik, és nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egy extra szűz olívaolajat el is ismerjenek, illetve a gyártását ugye engedélyezik. Vannak kóstolók, vannak akik ugye folyamatosan szagolják ezeket a termékeket, de elsősorban azért használom ezt, mert lényegesen egészségesebb, mint például az étolaj, ugye, amit a napraforgónak a magjából nyerünk ki. Jó, szerintem ez a krumpli el is készült, elzárjuk, és rá is kukkantunk a húsra, ami szerintem tökéletesre sült ennyi idő alatt. De gyönyörű. Úgy néz ki, hogy ez készen van. Ez már nem az volt, de hasonló hangja neki. Na, nem fogjuk meg a tepsit, hogyha nem muszáj. Ugyanúgy ezt a húst is, mint szinte majdnem bármilyen sült húst, mindig érdemes egy kicsikét sütés után pihentetni, legalább egy 5-10 percet, hogy a nedvek ugye föl szívódjanak, ne folyjon ki, ami benne van, sokkal zamatosabb, friss marad a steaket is, ugyanúgy pihentetjük, ezt is ugyanúgy pihentetni kell. Na látod ezeket a zöldségek, hogy milyen szépen megsültek, némelyik egy kicsikét meg is pirult, ezeknek a tetejét majd egy picit levesszük, és ebből viszont készíteni fogunk egy kis mártást hozzá, hogy ne menjen nagyon kárba. Félretesszük. És akkor hát próbáljuk meg ezt a húsit felszeletelni. Konkrétan jöhet a tálalás. Hozunk ide egy tányért. Egy húsvillát, illetve egy álecéskéssel érdemes, mivel ugye a hús az eléggé kemény lett. Pontosabban a bőre, amit ezt lehet is hallani. A zsinórt nyugodtan rajta lehet adni. Nyilván, hogyha egy étterembe szolgálnám föl, akkor előtte levenném, de mivel ez a családnak megy, illetve nektek, majd ti bíbe lőttök ezzel a zsinórra. De szerintem ez magáért beszél. És akkor nincs is más hátra, mint a tálalás. A hússzelet. És akkor a kis szaftot nyugodtan rá lehet önteni a húsira, vagy mellé, ahogy ki hogy szeretné. És akkor jó étvágyat kívánok!